A javuló eredményeket felmutatni képes Káti Erekó a kicsikét leengedőben lévő MTK-t fogadta. Tavaly itt 7 gólos meccset játszottak, ebből 5-öt az MTK szerzett. Ősszel a Hungária körúton egy 6 gólos meccsen ugyancsak a kékfehérek nyertek. Itt az első lövés viszont Foxitól szállt az MTK kapuja felé. Majd ismét a lilák támadnak, nem tud visszaállni, fölállni, védekezni megfelelően az MTK, és egy parádés tököli gól a 11. percben. Ez a 170. gólja összességében az NB1-ben Tököri Attilának, idén a 7. Egy perc múlva, 11-es, az élete utolsó meccsén bíráskodó Bede Ferenc adja meg a büntetőt, azt hiszem jogosan, és sárgát a tettesnek. Tökölit borították, de a tizit már Savic értékesíti. 2-0. Szatmári az ellenkező sarokra számított. 31. perc, Foxitól indul itt az akció Csukics. Licingi középre, és az érkező Tököli második gólját is berakja. Fél óra alatt gyakorlatilag azt mondta, hogy elintézi a meccset, a Kecskemét, hiszen sima 3-0-ra vezet az MTK fiatalja, mintha ott sem lennének a pályán. Tököli parádézott, hiszen kiharcolt egy 11-es, lőtt két gólt, a Kecskemét meg nem áll le, nem is szokott. Bori, aki ugye az MTK-ban szerepelt korábban évekig, és aztán még van ismétlés. Licingi, de Szatmári bravúrral hárított és tolt a szögletre. Meglehetősen határozatlannak tűnnek a kékfehérek védői. Licingi kicsavarodva is kapura fordul. Itt lehetett volna a következő hazai gól. 40. perc. Már megint a 16-oson belül, mégpedig a vendég 16-oson belül alakulnak úgy az események, hogy nem örül ennek az MTK. Előbb Foxi lőtt, majd a lepattanó Csukics durrantotta fölé. Egy perc múlva, egy fölévelést követően Tököli veszi le, kizárja egyúttal a védőt, majd a lövése eltekeredik a kapu előtt. Abszolút egy kapuzott a Kecskemét, úgy vezet 3-0-ra, hogy ez még az MTK-ra nézés volt hízelgő. És így is kezdődött a második félidő, Foxi, Licingi, és aztán Tököli elől Vukadinovics. Kicsit öngól veszélyesen, de mentett. Láss oda, hát képes volt Garam József csapata rendezni a sorokat. A 68. percben egy Ladányi passz, ki balra Pálhoz. Lő, és Ibánszkit meg is tornáztatja Pál András. Az első MTK kapura lövés, ami el is találja azt. Elég sokat kellett erre várni a fővárosi szurkolóknak, igaz nem voltak sokan a helyszínen. 71. perc, Pál András viharzik el Fakétnél, hogy mindenkit be is ad. Könyves, hihetetlen, hogy nem tudta az ötösről befejelni. Ribánszki és a kapufa együttes erővel megakadályozta az MTK szépítő gólját. De ez nem akármilyen helyzet volt. Negyed órával a vége előtt. Ladányi indul el, a lövés azonban elszánkázik a rövid sarok mellett. 83. perc. Elég kemény szerelés. Sárgát ér. Itt el is könyvelte mindenki, hogy sárga lapos lett Csukics. Aztán kap egy pirosat. Bede Ferenc, még egy emlékezetes kis intermezzóval szolgál búcsú mérkőzésen. Egyébként a Paks-Ferencváros meccs lett volna az utolsó találkozó játékvezetőnek, de az ugye elmaradt a pályaviszonyok miatt. Itt pedig korrigálja a tévedését, hiszen még csak egy sárgája volt a tettesnek. Így visszavonja a pirosat. De hát ehhez kell játékvezetői nagyság, hogy képes legyen korrigálni valaki a tévedését. És ez ott helyben történik, akkor nincs is semmi baj. Bede Ferenc ezt megtette. 85. perc, Pál szóló, majd a földön félig elesve tovább passzol. A forgolódókönyves belövi, de hát le sem volt, amikor Pál tovább kotorja, tessék nézni. Ő van legközelebb a hazai kapushoz, ez meg ugye kimeríti a lesállás fogalmát. Marad a 3-0. A 87. percben hosszú idő után egy kecskeméti akció, Savic beadása, Dosso érkezik, sütőről tovább csorog, aztán Vadnai, és nagy nehezen felszabadít Gál és Vukadinovics. De alig ha hiszem, hogy Szatmári tisztában volt, hogy ott mi történik, közelről nézte. Megúzták a kékfehérek, ám összességében
Šivić mester visszatérte óta a hetedikből az ötödik keskeméti győzelem is megszületik a bajnokságban. Az MTK-nak jól fog jönni a téli szünet, hogy rendezzék a sorokat. Az első fél időben tulajdonképpen rendkívül gyengén játszottunk. Persze közrejátszott ez a hát nagy potyagól is, amit kaptunk, utána jött egy 11-es, és aztán parádézott a Kecskemét, nagyon jól játszottak, és megérdemelten jutottak 3-0-as vezetéshez. A második fél időben kiegyenlített lett a játék, nekünk is voltak lehetőségeink, de az eredmény nem változott. Amikor egy Garami Józsi úr dicsér a kecskeméti játékot, nekem az sokat számít, az, mert egy igazi magyar legenda edzőkből, és biztos vagyok, hogy csapatnak is fog sokat számítani, azért, mert ez nincs miért mondani más, azért, mert tényleg én is úgy éreztem, hogy máma jól játszottunk. Első fél időben sikerült rúgni gólokat könnyű, mint gondoltunk volna, és 30 perc után, amikor 3-0 volt, akkor lehet parádezni, meg akkor az könnyű. De mindenféleképpen szeretném gratulálni a csapatnak, azért, mert ez hatodik győzelem volt a sorozatban, ami tényleg egy nagy dolog, és büszke vagyok a csapatra.